110 éves a Lővei gimnáziumi oktatása. Történeti konferenciát rendeztek a Lővei napok keretében. Második pécsi animációs konferencia. Interaktív foglalkozások, vetítések, előadások szombaton is. Megjavította saját korosztályos országos csúcsát a pécsi atléta, Vadász Kitti győzött. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják március 10-én pénteken. Tartsanak velünk! Csütörtökön Pécs közgyűlése elfogadta a város 2017-es költségvetését, csaknem 50 milliárdból gazdálkodhat idén a város. Mintegy 11 milliárd forint értékben szerepelnek a büdzsében új beruházások, adóemelés nem lesz, de az eddigi adókedvezmények megmaradnak. Páva Zsolt polgármester azt mondta, a költségvetés nagy mértékben hasonlít a tavalyihoz, nagyságrendjében, arányaiban. A polgármester hangsúlyozta, adóemelés nem történt, ellenben továbbra is élnek az eddigi kedvezmények. Minden közalkalmazott kap kafetériát, vázolta a polgármester. Több mint 11 milliárd forint értékben szerepelnek a költségvetésben új beruházások. A költségvetés főösszege 48,596 milliárd forint, ennyiből gazdálkodhat idén Pécs. A gimnáziumi oktatás 110 éves évfordulója alkalmából iskola történeti konferenciát rendezett a Pécsi Lővei Klára gimnázium. A rendezvény jelentőségét emelte, hogy az évfordulós megemlékezés egybeesett az országos köznevelési rendszer stratégiai átalakításának bejelentésével, ahogy erről a köznevelési kerekasztalt Csépe Valéria akadémikus kormánybiztos és Palkovics László köznevelését felelős államtitkár tájékoztatta. A gimnáziumi rendezvény fővédnöke Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár volt. Haladni csak úgy lehet, ha még az egyik lábunkkal erőre lépünk, a másikat helyén hagyjuk. Ezt mondta Báró Ötvös József, 19. század jeles vallás és közoktatásügyi minisztere, akinek 1867-es kiegyezéskori történelmi esemény miatti vállalása volt, hogy az ő asztalán a teljes magyar oktatási rendszer megreformálásának szent és fontos ügye hevert. Ma sem alkothatunk véleményt, vagy hozhatunk helyes döntéseket anélkül, hogy ismernénk a magyar oktatás évszázadokra visszanyúló hagyományait, történetét, adott esetünkben helytörténetét. Pécs, és ezt tudják rólunk, szerte az országban egy tradicionális iskolaváros. A mai napon a pécsi IT Services-ben tett látogatást Tuzson Bence, kommunikációt, kormányzati kommunikáció felelős államtitkár, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Több dologról is fogunk beszélgetni, három témát érint a mai találkozásunk. Vágjunk is mindjárt bele a közepébe. Miért látogatott el itt be a szervizbe, az IT Services-be? Ez jó napot kívánok a kedves nézőknek. Nem csak az IT Services-be, hanem ide a városba, az én feleségem ugyanis pécsi, tehát szívesen jövök ide. Van most egy olyan programunk, hogy a megyei jogú városokat meglátogatjuk, és ezért jöttem el én is Pécsre, hiszen hogyha látjuk az országnak a gazdasági adatait és a gazdasági számait, és az, hogy Magyarország egyre erősödik, akkor jó az, hogy ezt nem csak makroszámokban látjuk valahol, hanem bizony látni kell azt, hogy ezek helyben hogyan működnek. És azért gondoltam, hogy meglátogatok egy ilyen céget, amely jelentős itt Pécsen, mert egy nagyon dinamikusan fejlődő vállalatról van szó, ami egy új területen, egy sokak számára, talán az infokommunikáció egy kicsit bűvös szóként is hangzik, egy olyan területen működik, és nagyon jó az az együttműködés, amit az oktatás területével visz. Tehát az egyetemek tekintetében ő maga is képzés folytat az egyetemen, tehát segít az egyetemi képzésben, és gondoskodik arról, hogy az a munkaerő, az a képzett munkaerő a későbbiekben rendelkezésre álljon. De ne csak az a cég számára, hanem ilyen szempontból az ország számára is. És ők egészen lemennek a középiskolai oktatásig, hogy egy tudatformálás is legyen. Mert a kormány számára a gazdasági szereplőknek és a
Az oktatásnak az együttműködés az különösen fontos, hiszen hogyha az oktatásból olyan diákok kerülnek ki, akiknek hasznos a tudásuk, tehát a későbbiekben a piacon is el tudnak helyezkedni, akkor beszélhetünk arról, hogy sikeres diákok lesznek, illetve sikeres emberek lesznek az életben. Ezt a kettőt nagyon fontos egymással összekapcsolni, és ezért is fontos a duális képzés maga is. A duális képzésről akkor beszélhetünk, hogyha az oktatásban és az iparban az együttműködés olyan szintű, hogy az oktatásnak az egyik részét, a gyakorlati képzést, azt magában az iparban lehet elvégezni. Na ebben nyújt segítséget ez a cég, és egy dinamikusan fejlődő, új területen működő magyar vállalkozásról van szó, vagy magyarországi vállalkozásról van szó, ami külföldre nyújt tanácsadást, és azt gondolom, hogy Pécsett itt különösen fontos, hogy ilyen típusú munkahelyek létrejöjjenek, és az egyetemi képzésből is jól képzett diákok kerüljenek ki. Modern Városok program keretében a gazdaságfejlesztést a kormány milyen módon támogatja itt Pécsett? Hát a Modern Városok programnak az egyik kulcseleme az, hogy a gazdaság fejlődjön. És a gazdaság fejlődésének három alapvető feltétele van. Egyrészt megfelelő munkahelyek jöjjenek létre, megfelelően képzett munkaerő legyen, és mindennek az alapvető feltétele pedig az, hogy az infrastruktúra is elég fejlett legyen. Ezért ezen a három lábon áll a Modern Városok programnak a pécsi része is, azaz az ország infrastruktúrális közlekedésébe egyre erőteljesebben kell bekapcsolni Pécset. Ugye az M6-os, M60-as már ugye Budapestről lejön ide Pécsre, de azért nem csak Budapestből áll az ország, ezért ezt az úthálózatot, hogy igazából európai, meg déleurópai vérkeringésbe is bekerülhessen a város, tovább kell fejleszteni. Egyrészt délfele az M6-ost egészen a horvát határig, de Barcsig előbb-utóbb az M60-ast is el kell vinni, akkor beszélhetünk arról, hogy ez a vérkeringés ez be fog tudni indulni. Tehát az infrastruktúra fejlesztés az egyik lába, ezeknek az utaknak a hosszú távú fejlesztése. Másrészt iparterület fejlesztés, hogy legyen olyan terület, ahova a vállalkozások bejönnek. Ugye a déli iparterületnek az autópályától északra eső részét, azt éppen most vásárolja meg a város állami segítséggel, egy 4,8 milliárd forintos állami segítséggel. Tehát ez a beruházáspont azt fogja elősegíteni, hogy azok a helyek fejlődni tudjanak, ahova a vállalkozások bejönnek. A megállapodás része az is, hogy itt olyan csarnokok fognak tudni közös együttműködésben a város és a kormányzat között létrejönni, melyek alkalmasak ezeknek a vállalkozásoknak a fogadására. És a harmadik láb, ami rendkívül fontos, az az egyetemnek a fejlesztése, hiszen az egyetem a maga önmagában is nagy munkáltató egyrésztről, másrészt közvetve is sok munkát ad a pécsieknek a sok ember, aki idejön az egyetemen keresztül. Másrészt pedig, hogy egy jó szakképzett munkaerő kerüljön ki erre az egyetemről, na ez is segít abban, hogy a vállalkozások ide települjenek, tehát nagyon jó munkaerő alakuljon ki. Természetesen tovább kell majd menni ezen az úton, hiszen az egyetem az egy rétegnek a képzését jelenti, ugye a legfelsőbb rétegnek a képzését, de másrészt ugye a munkahelyteremtésnek és az oktatásnak fontos része a középiskolai és szakképzési rendszerfejlesztése is, na hát ez még előttünk áll a jövőre nézve. Mit jelent az új nemzeti politika? Hogy kell ezt értelmezni röviden? Amikor azt látjuk, hogy az ország fejlődik, és nagyon jók a gazdasági adatok, akkor azt gondolhatnánk, hogy most már itt vagyunk a napon, és most már minden rendben van, de azért ott valahol a szélén, a messze lehet látni a felhőket, ahogy az égen gyülekeznek, és hát ezekre a veszélyekre, mint fő veszélyforrásokra bizony fel kell készülni a következő időszakban is. Egyrészt úgy látszik, mint az ország a migrációnak a kérdését megoldotta volna. Erősítjük a déli határzárat, bár látjuk, hogy folyamatosan növekszik a nyomás. Most már azt mondhatjuk, hogy egy fokkal biztonságosabb hely lett Magyarország azzal, hogy a jogi határzárat is elfogadta az országgyűlés annak a megerősítését, ami azt jelenti, hogy most már még idő eltelte után sem jöhetnek be az úgynevezett tranzitzónákból a bevándorlók az ország területére, csak nagyon szigorú ellenőrzött feltételek között, és minden jogi eljárást a határon kell kivárni, tehát egészen a jogerős eljárásig nem lehet bejönni az ország területére, de azért itt is komoly támadásnak van kitéve az ország, tehát ez is az egyik fókuszpontja a további időszak politikájának. Másrészt a politikai átláthatóság, a világos, tiszta helyzet és tiszta rendszer további erősítése is egy cél, hiszen a politikai pártok ma támogatások szintjén egy teljesen átlátható struktúrában működnek Magyarországon. De nem így van ez azokkal a szervezetekkel, akik politikai tevékenységet végeznek, de nem politikai pártok. Tehát olyan javaslatot kell
elfogadnia majd az országgyűlésnek, és erről is nemzeti konzultációt szeretne tartani a kormány mindegyik ezzel kapcsolatos kérdésről, amelyik tisztázza azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk ezeket a szervezeteket pénzügyi támogatás tekintetében átláthatóvá tenni, tudjuk azt, hogy ki milyen érdeket képvisel, és milyen érdekek mentén lép föl. És ezen kívül még vannak olyan fontos kérdések, mint például az adórendszernek a kérdése, amely nemzeti hatáskörben kell, hogy maradjon. És az előbb említettük azt, hogy tényleg európai átlag fölötti a magyarországi gazdasági növekedés, jók az országos szinten a munka nélküli adatok is, ugye 4,3% alatt van már a munkanélküliség, de Pécs e tekintetben nehezebb helyzetben van. Sokkal nehezebb helyzetből indult, most már azért itt is javult a helyzet, sokat kell dolgozni azért, hogy tényleg mindenki, aki tud, akar és képes dolgozni, annak legyen munkája, de annak érdekében, hogy ezt meg lehessen tenni, a munkahely teremtő támogatásokat is Magyarországon kell tartani. Az IT Services pont egy olyan cég, ahol 200 olyan munkahely jött létre állami támogatásra, hogyha ezt a jogot elvenné tőlünk az Európai Unió, hogy támogassuk a munkahelyteremtést, akkor ott most 200-al kevesebben dolgoznának. Ezt szeretnénk megőrizni. Az Európai Bizottság az Brüsszelben az irányú döntéseket készít elő, hogy ezt a jogot megvonják Magyarországtól. És hát az adórendszer kérdése az, hogy Magyarország így működik, ahogy működik, és ilyen jók a gazdasági adatok, az nagy részben köszönhető annak, hogy Magyarországon egy ennek megfelelő a magyar embereket és a magyar gazdaságot támogató adórendszer jött létre. Ezt a jogot, az adórendszer meghatározásának jogát nem szabad elvenni Magyarországtól, ezt meg kell védeni, és az Európai Unió területén legutóbb a német az osztrák kancellárnak volt egy ilyen jellegű megjegyzése, hogy bizony az ő versenyképességüket veszélyezteti a magyarországi adórendszer, és ezért próbált minket dorgálni, de ez egy verseny az Európai Unión belül. Másrészt mi gazdaságilag rosszabb helyzetben vagyunk, mint Ausztria, hogy fel tudjunk zárkozni, ahhoz meg kell őriznünk azt a jogot, hogy mi magunk határozhassuk meg a saját adórendszerünket. Államtitkár úr, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Március 16-áig lehet kérni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a személyi jövedelemadóról szóló adóbevallási tervezet postázását. A NAV közleménye szerint az ügyfelek levélben, SMS-ben vagy a hivatal honlapján kitölthető űrlapon kérhetik, hogy a hivatal az adóbevallási tervezetet postai küldeményként juttassa el hozzájuk. Hozzátették, hogy a dokumentumokat az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tekinteni március 15-től. Aki nem kéri a postázást és ügyfélkapuja sincs, az március 16-ától a NAV ügyfélszolgálatai nézheti meg az elkészült tervezetet, írták. A NAV utalt arra, hogy idén mintegy 3,8 millió adózó számára külön kérés nélkül készítik el az SZIA bevallási tervezetet, és értesítést is küldenek, ha az fizetendő vagy visszaigényelhető adót mutat ki. A Pécsi Járásbíróság közleménye szerint március 8-án elrendelte 5 pécsi férfi előzetes letartóztatását egy hónapra. A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak a 2017. február 23-áig pécsi családi házakba törtek be, az ablakok betörésével, zára kifeszítésével. Onnan ékszereket, készpénzt, különböző műszaki és sportcikkeket tulajdonítottak el. Többek között az 5-ből 3 gyanúsított 2017. február 20-án délelőtt felfeszítette az ablakot, és besurrant egy pécsi családi házba. A gyanúsítottak onnan aranyékszereket, órákat, különféle műszaki cikkeket és sporteszereket loptak. Összesen 3 millió 150 ezer forint értékben, mintegy 500 ezer forint rongálási kárt okozva. 4 gyanúsított büntetett előéletű ketten tényleges lakóhelyel nem rendelkező hajléktalanok. Második alkalommal rendezi meg a pécsi animációs konferenciát a Total Art Egyesület. Idén Arany János születésének 200. évfordulójára emlékezve aranyadaptációk is szerepelnek a programok sorában. Délelőttönként interaktív foglalkozások és vetítések, délutánonként előadások és szintén vetítések láthatók az ANK művelődési házában. A programok ingyenesek. A showról szóló animációs filmet vetítik éppen az ANK harmadik osztályosainak. Erről kell majd fázisrajzokat készíteni a gyerekeknek, hogy aztán ők is életre keltsék a rajzfilm mesehőseit, vagy azt a szereplőt, aki éppen nekik kedves. Én azt rajzolom, ami olyan, hogy a király maga fölött dobálja a labdákat, mesével egyre magasabbra mennek a labdák is, meg a
király is egyre magasabb lesz. És akkor, amikor nagyon magas, akkor egyre kisebb lesz. A második pécsi animációs konferencián délelőttönként gyerekeknek vetítenek Arany János baladáiról szóló filmeket, és rajzos foglalkozás keretében mélyítik el az animáció készítésének alapjait. Itt nem csak általános iskolások, hanem gimnazisták is részt vehetnek a programban. Operatőrrel, filmrendezővel, filmvágóval és jubiláló filmekkel is találkozhatnak az érdeklődő felnőttek is. Két témakör van az Arany János emlékével kapcsolatos az első, és jubiláló filmek alkotó a második témakör. És nem csak előadásokat terveztünk, hanem délelőtti foglalkozásokat is, amit itt a Nevelési Központ könyvtárába tartunk meg a gyerekeknek. Most a mai foglalkozáson a magyar népmesékből vetítettünk filmet. Az első show című epizódot, amit 40 évvel ezelőtt készített el a Kecskeméti stúdió. A programok ingyenesek és az ANK művelődési házának könyvtárában várják az animáció iránt érdeklődőket március 11-én, szombaton is. Még 10 napig március 20-áig érvényesíthetik igazolványukat az őstermelők annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen, és őstermelőként idén is jogszerűen értékesíthessenek, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pénteken az MT-vel. A március 1-i adatok szerint mintegy 7700 őstermelőként társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező nem váltotta még a 2017-es adóévre vonatkozó értékesítési betétlapját, amit március 20-áig, január 1-ig visszamenőleges hatállyal megtehet, mivel jelenleg így a hatályos őstermelői igazolványuk nem érvényes. Érvényes igazolvány nélkül a gazdálkodó nem minősül őstermelőnek, a saját gazdaságában megtermelt és előállított termékét őstermelőként nem értékesítheti, hívta fel a figyelmet a kamara. Amint egy 7700 betétlapját még nem kiváltott őstermelőként biztosított mellett, a március 1-i adatok szerint további közel 82 000 őstermelő nem érvényesítette meg igazolványát az idei évre. Új korosztályos országos csúcsot ugrott vadász a szenior fedett pályás országos bajnokságon. Ezzel az eredménnyel az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot is megnyerhetné. Kitti nem csak edz és versenyez, hanem edzősködik is. Vadász Kitti korábban a franciaországi szenior világbajnokságon ezüstérmet nyert magasugrásban. A fedett pályás EB bronzérem után nagy siker volt a második hely. 160 cm-es eredményével 13 versenyzőt utasított maga mögé a pécsi atléta. Idén azonban egy régóta várt csúcsjavítás is sikerült Kittinek. Saját 161 cm-es korosztályos országos csúcsát javította meg. Így az új csúcs 162 cm. Ezzel az eredménnyel az Európa-bajnokság és a világbajnokságon is győzni tudott volna. Ja, tehát erre a versenyemre erőnléti edzésekkel készültem, hiszen úgy tudtam, hogy nem is tudok elindulni, és a technikát azt az előző hetekben raktam össze igazából fejben. Már volt egy pár gyakorló ugrásom, de hát nem versenykörülmények között, nem szögesbe, de azért, hogy kicsit emlékezzek, hogy hogy kell ugrani, hiszen nyáron ugrottam utoljára. Azért fejbe összeraktam előtte a technikát. Kitti nem csak edz, hanem edzősködik is a PVSK-nál. Várja a gyerekektől a felnőttekig a sportolók jelentkezését, még akkor is, ha versenyezni nem szeretnének, de érdekli őket az atlétika. Minden nap délután, ha bent edzünk, akkor 5 órától edzünk. A kinti edzéseket korábbra tudjuk hozni, tehát ilyen 3 óra fél 4 magasságában a PVSK atlétika pályáján. Edzünk. Hát a tanítványok nagyon lelkesek, nagyon szeretek velük dolgozni, de ugye a létszámuk az igazán gyarapodhatna, tehát várjuk a atlétikát kedvelő fiataloknak a jelentkezését, akár itt a versenyutcai irodában tudnak jelentkezni, vagy az edzőknél. A sportág egyébként fellendülőben van Pécsett. A 2018 nyarára elkészülő multifunkcionális csarnokkal a sportolók téli felkészülése is megoldódik. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. 110 éves a lővei gimnáziumi oktatása. Történeti konferenciát rendeztek a lővei napok keretében. Második pécsi animációs konferencia. Interaktív foglalkozások, vetítések, előadások szombaton is. Megjavította saját korosztályos országos csúcsát a pécsi atléta, Vadász Kitti győzött.
Önök a Pécs TV híradóját látták munkatársaim nevében is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!